Tisztelt Országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a földművelésügyi miniszternek. Újak jönnek, és egyre éhesebbek címmel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt a válaszadásra Bitay Márton államtitkár úrat jelölte ki. Kérdezem, elfogadja az államtitkár úr személyét a válaszadása. Önnél a szó, Pócs János képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Tanulságos héten vagyunk túl a 2016-os költségvetés tárgyalását illetően. Az Agrár Vitanap ellenzéki szószólói nem rejtették vék alá, hogy számukra a közérdektől sokkal fontosabb az önérdek. Gőgő Zoltán képviselőtársunk a hortobágyi nagybirtokosok érdekeit védte könnyes tekintettel, válogatás nélkül mindenkit tegezve a tisztelt házban. Vérzik a szíve Gőgő Zoltánnak, hiszen véget ért az a korszak, amikor barátja, Lajtos István a szocialista kormányzás idején a hortobágyi nemzeti parkban 2200 hektár állami földet tette rá a kezét, hektáronként kevesebb, mint 3000 forintért, ez harmada volt az akkori piaci árnak. Ez éves szinten 370 millió, azaz napi több mint 1 millió forint állami támogatás jelentett a szocialista havernak. Mint köztudott, ezért őtájt volt Gőgő Zoltán, a tárca államtitkára. Kedves képviselőtársaim, szerencsére ez az idő már a múlté, de újak jöttek, és egyre éhesebbek. Nemrég hallhattunk arról, hogy Csallai R. Benedek, LMP-s képviselőtársunk a napokban úgy írt önmagáról a bejegyzésében, őt idézze, nem egyszerű az új agrár oligarchák élete. További idézett Csallai R. Benedek bejegyzéséből. Ha egy évben nem szankcionálná a fránya MVH, akkor lenne esélyem, hogy további három misi felé toljam a terület alapút. Igen, újak jöttek, és egyre éhesebbek. Folytatva Csallai R. Benedek naplójából, a feleségem még most még jobban utálja a Fideszt, és le se írom, hogy miket mondott Fazekasról. És még mindig idézve az LMP-s agrárbárótól, mert a naplójában így is nevezi önmagát, némi álmodozásról is szó esik, amikor Csányi Sándort kollégájának nevezi, és utol kívánja őt érni. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Vajon valóban azért küldték őt a parlamentbe, hogy saját zsákmány szerzéséről álmodjon? Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim, az képviselő említett példák ékes példái annak, hogy a képviselőtársainkat sok esetben az önös érdek közé. Képviselő úr, emlékeztetem, hogy 2 perce lett volna. És kérem szépen a jövőben, és ez nem csak magára vonatkozik. A válaszadásra megadom a szót Bitay Márton államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt ász, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Egy nemtelen vita bontakozik ki, úgy látom egyre inkább a tisztelt házban ezzel a Földet a gazdáknak programmal kapcsolatosan. Egyrészt az a legbántóbb, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik pontosan tudják, hogy mi történt ebben a programban, de mégis mást állítanak mondjuk az országgyűlés falai között. Ha mondjuk azt veszem, említette Gőgös képviselő urat, hogy valóban tehát azért visszatetsző aggódni a kis gazdákért, akkor, amikor a ő államtitkársága idején a 600 ezer hektár állami termőföldet nagyjából 600 szerződéssel fették le. Most ugyanerre a mennyiségre több mint 7500 gazda van. Szeretném kiemelni mondjuk 53 olyan nagy birtokot, akik egyesével 500 hektárnál nagyobb területeket is béreltek. Ezen a területen most van több mint 1500 új gazda nyertes, és körülbelül ugyanekkora a száma a fiatal gazdáknak. De ugyanúgy visszatetsző az, amit Csallai Róbert Benedek képviselő úr tesz, hogy pontosan tudja, mert délelőtt megműveli azt a termőföldet, amit használ, délután pedig bejön a parlamentbe, fölveszi az akóját, és azt mondja, hogy csak politikai átcéllel lehet mondjuk a Földet a gazdáknak programban nyerni. Délelőtt azt mondja otthon, hogy milyen jó az a terület alapú támogatás, amit megkap. Zsebre tesz mondjuk 240 hektár után nagyjából 16 millió forintot. Délután bejön a parlamentbe, és azt mondja, hogy csak a nagyok kapnak agrártámogatást. Tehát az a legbosszantóbb ebben a kérdésben, hogy
folyamatosan elbeszélünk a tények mellett, egészen pontosan az ellenzéki képviselők elbeszélnek a tények mellett, és nem hajlandók észrevenni azt, hogy nagyjából az állami földhasználatnak most már több mint 80%-án a természetes személyek kisgazdaságokban használják. Még azok sem hajlandóak ezzel szembesülni, akik egyébként nyertesei ennek a Földet a Gazdáknak programban, akár saját KFT-n, akár céghálón keresztül, akár kedves feleségen át. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, államtitkár úr, viszont válaszra megadom a szót Pócs képviselő úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr, azt mondta válaszában, hogy Sallőjár Benedek délelőtt földet művel, szintén egy szó szerinti idézet a naplójából, ott a földművelés kihagyja, azt írja, hogy szóval jártatom a számat, mi más tehetnék, kezdő politikusból lett agrár oligarchaként. Tisztelt képviselőtársaim, talán emlékszünk rá, mikor Szentgyörgy napkor Sallőjár Benedek cifra szűrve, bújva mondta el a beszédét. Úgy gondolom, ma már ez is ékes példája annak, ha a farkas báránybőrbe bújik, attól nem bárányabb lesz, hanem egyre farkasabb. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. A viszont válasz megilleti az államtitkár urat is. Hogy nem az a probléma egyébként, hogy képviselő úr nyertese a Földet a Gazdáknak programba. Túrkevei gazdaként nyugodtan nyerhet a Túrkevei Földet a Gazdáknak programban. A probléma az, hogy utána bejön a parlamentbe és azt mondja, hogy csak politikai hátcéllel lehet nyerni. Nekem pedig az az állításom, hogy a saját mondatainak önmaga a cáfolata, mert kiválóan lehet látni, hogy ez nem így van. A kezdő politikusként agrároligarha címre tör, hát ehhez sok sikert kívánok neki. 240 hektár nem kevés föld, de azt gondolom, hogy ez még mindig a családi közepes méretek kategóriájába tartozik, és abban reménykedem, hogy a következő években még több földet fogunk tudni adni a gazdáknak használatra, és még több nyertese lesz az állami földeknek. Köszönöm, vitai államtitkár.